Üdvözlöm Önöket, folytatódik a napi aktuális, mutatjuk a legfontosabb témáinkat. Hová süllyedt a civilizált világ, hogyan lehet gyilkosok mellé állni és tüntetni? Jeszenszky Géza korábbi külügyminiszter és Jeszenszky Zsolt a politikai hobbistával beszéljük meg az arab-izraeli konfliktust. Elfogyott karácsony kampánypénze, újra előkerülhetnek a legendás 30x30 cm-es adománygyűjtő ládikák. Ott mindig történik valami izgalmas, Csuha Ildikó vitázik majd Kacsó Dániel újságíróval. Megbolondult a világ, Amerikában letépkedik azokat a plakátokat, amelyen az izraeli áldozatokról van szó, akár csak említés szintjén is. Tüntetnek a tömeggyilkosok mellett, erről írt egy nagyon érdekes publicisztikát Jeszenszky Géza, korábbi külügyminiszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Másik vendégem pedig Jeszenszky Zsolt, a politikai hobbista. Aki... Mellesleg a fiam, ugye? Igen, köztudomásul. Úgyhogy itt ülünk egy asztalnál, beszélgetünk, azt hiszem, hogy nagyjából egy ilyen 25 ezer troll komment ment a levesbe most ezzel a beszélgetéssel. Az egymillió dolláros kérdés miniszter úr tette föl, hogy hogyan lehet gyilkosok mellé állni, hogyan lehet gyilkosok mellett tüntetni jó érzésű, középosztálybeli értelmiségi embereknek is, akár Nyugat-Európában. Igen, hát jó érzésű ember nem tüntethet gyilkosok mellett, és azt gondolom, hogy legfeljebb a szülők, apák ellen lázadnak azok a középosztálybeli egyetemista fiúk vagy lányok, akik erre betemettek, úgy mondjam, de azért Amerika nagy többsége az egész biztos, hogy nem ezt képviseli, sőt elítél. Éppen most olvastam, hogy egyik ilyen ismert republikánus folyóirat, a National Interest, hogy mondjuk hát ítéli el és arról számol be, hogy hát azért a Harvard Egyetemen is a elnökök, a korábbi, mi jelenlegi, hogyan lépnek föl, ez ellen a tényleg mondom aberrációval szemben. Tehát mégis csak azért 35 diák szervezet kiállt mellette, tehát ezzel lehúztuk őket a rendes emberek listájáról. Hát olyannyira, hogy én is tök szívesen osztanám egyébként ezt a kicsit naív hozzáállást, hogy a nyugati emberek többsége azért nincs a palesztinok mellett. Sajnos ez nincs így. Amerikában talán egy fokkal jobb a helyzet, az egyetemeken semmiképp. Tehát valóban nagy nevű egyetemeken, Stanfordon, Yale-en, Harvardon, diák szervezet, tömegével szerveztek palesztinpárti tüntetéseket, és azokon az egyetemeken tanuló zsidó diákok sírva panaszkodtak az egyetem vezetésén, hogy hogyan engedhetik ezt meg. Ez ma az amerikai egyetem élet. A hétköznapi emberek többsége valószínűleg Amerikában egyébként józan észre gondolkodik, vagy morálisan is teljesen elítéli a Hamász, de az értelmiség, a fiatal értelmiség, Európában még sokkal rosszabb a helyzet. És én ezt nem gondolnám, hogy ez valami fajta szülőkkel szembeni lázadás. Ezek az emberek, ezek a döntő többségében valószínűleg fiatalok, totálisan meg vannak hülyítve. Tehát nézzük meg csak, bocsánat, amikor volt ez a kórházas sztori most, hogy ugye a palesztin hatóság kiadott egy közleményt, hogy Izrael egy kórházat bombázott, és 500 halott, abból 3000 gyerek, direkt mondom így a számokat. Tehát ilyen full kamu az egész. A teljes nyugati mainstream sajtó, BBC-től, Reuters-től, AP, minden, az összes azonnal közölték ezt a hírt. Majd fél napra rá kiderült műhold felvételekkel, különböző drónokkal, hogy egyáltalán az a kórház az teljes mértékben ott áll épségben, nincs, és a parkolóban egy autó kigyulladt, amit valószínűleg egyébként egy Hamász által kilőtt és eltévedt, vagy meghibásodott rakéta talált el. És ezeket az híreket olvassák az emberek első körben, Izrael, a gonosz Izraelről. És a második, hogy ja, nem volt igaz, az már nem érdekel annyi embert. Hát én ezt nem így láttam, pedig én is olvasom a világsajtót, és éppen úgy láttam, hogy amikor ez a, most csak az utolsó eset történt, valóban azzal jöttek a palesztinok, és hát a Hamasz, hogy hát igen, az izraeliek ilyen barbár tettet hajtottak végre. A reakció talán pár órával később történt meg, de az, hogy úgymond a mainstream sajtó rögtön elhitte, nem, a híreket továbbítja, és ahogy a cáfolatok elhangzottak, az dominálja a nyugati médiát. Nem dominálja a nyugati médiát a cáfolat sokkal kevesebb publicitást kap, amikor kijött a hír, egy pillanat alatt, mint a futótűz elterjedt. Tehát, hogy ez, hogy mondjam,
vélelmezzük reggeli álmosságot, hogy nem olvastad akkor ezeket a friss híreket, és ne naivitál, de hát ezek a hírek azonnal megjelentek. Ezt az Index reakciót azt talán éppen akkor írtam, amikor arról értesültem, hogy nem, akkor még nem volt ez a kórházi szörnyűség, de pontosan a nyugati tüntetések hatására írtam, és nem, nincs okom változtatni a véleményemen, ezt évtizedek óta mondhatnám, felnőtt korom óta ezt gondolom, de éppen a mai agymosott, mert úgy láttam, hogy valóban a nyugati társadalom egy kisebbsége, sajnos még mindig túl nagy része hajlamos az agymosásra, de 1968-ban nem csak Nyugat-Európában voltak diáklázangások, hanem Amerikában még inkább talán. És mi lett ezekkel? Akkor én nagyon megmondom őszintén, rendkívül aggódtam, mert azt láttam, hogy Magyarország és a közép és a kommunista tömbben itt nincs szabadság. Mi lesz, hogyha ezek a neomarxisták Nyugat-Európában is előbb-utóbb átveszik a hatalmat. És szerencsére nem csak, hogy ezt leverték, vagy legalábbis hát megsemmisítették, hanem elenyésztek, és mondjuk az egyik akkori hírhelt diákvezér Joschka Fischer lett Németország külügyminiszter. Erre a kérdésre, hogy akkor esetleg lehetett ezzel aggódni, hogy mi lesz ebből, hát nem kell ezzel, nem kell hipotetikusan elképzelni, ez lett ebből, ami van. Tehát ezek, azok a neomarxisták, akik akkor ott lázadoztak, ők vezetik a kormányokat, ők vezetik a vállalatokat. Tehát nem, hát azért erről szó sincs. Hát nem, pont erről van szó. Nem. Tehát, mindenkinek joga van fiatal korában tévelyegni, és van, akinek joga van, hogy minél idősebb, annál messzebbre tévelyegjen a valóságtól. Ha megnézzük a Duske féle, ugye a Rudi Duske féle hosszú menetelés az intézményekbe, amit ő meghirdetett valamikor 67 tájék, ez megtörtént. Az összes intézménybe belemeneteltek, de már nem csak a kultúra és a oktatás intézményeibe, hanem már a gazdaság intézményeibe. Tehát az összes amerikai nagyvállalatot, ahol ugye, mert az volt a hozzáállásuk mindig a republikánusoknak meg a gazdasági szereplők, hogy hadd bohóckodjanak a marxisták az egyetemeken, azért a gazdaság úgyis a lényeg az, amilyen. Igen. Csak ezeken az egyetemeken kiképezték a diákokat, indoktrinálták őket, egyébként, hogy mondjam, gazdasági szempontból nagyon vadkapitalista, tökéletesen olyan szempontból felkészítették őket, de közben ment az indoktrináció. És ezek lettek a Facebook, a Google, az Amazon és hasonló cégek vezetői, és most ezek az emberek irányítják a világot. Egyfelől nagyon gazdaságilag, nagyon kapitalisták, de a fejükben olyan neomarxista katyvasz uralkodik, hogy, és ide jutott a hosszú menetelés. Veled azért is nehéz vitatkozni, mert ömlik belőled a szó, sok év van benne. Hát a tényekkel szemben tudom, hogy nagyon nehéz hagyjuk vitatkozni. A miniszter úr. Jó, szóval én abszolút kétségbe vonom az, hogy ezek a neomarxisták, pláne megőrizve akkori felfogásukat, átvették volna a hatalmat. És ha megnézzük a mai nyugat-európai, akár amerikai kormányokat, én ott egyetlen egy, a Joschka Fischer, mondjuk, de ő már rég eltűnt, de hát ő is abszolút megváltozott. Én nem látom azt a mentalitást. És a kormányok lehet, hogy nem elég eréllyel, de szemben állnak ezzel a tendenciával, föllépnek. Hát ugye a nyugati világban sajnos olyan szólásszabadság, demokrácia, hogy a ilyen szélsőséges és abszolút veszélyes, meg bűnös nézeteket is el lehet mondani. De én nincs kétségem, hogyha mondjuk közvéleménykutatást tartanánk kellő reprezentációs mintával, akkor Izrael mellett állna a nagy többség, és elítélné ezeket a tüntetőket. Hát ebben én nagyon nem lennék biztos. Hát próbáljuk meg, intézzük el. Nagyon érdekes, az tisztán látszik, hogy a nyugat-európai közvéleményben van egy ilyen igazságosztó szerep, tehát ők meg akarják mondani azt, hogy kinek van igaza, és kinek nincs igaza. Én mondjuk személy szerint nem túl sok palesztin operaénekes sportolót ismerek, de ha ezen a logikán végigmegyünk, Sebes Gábor írta ki egyébként, tehát ha a Hamas nem egyenlő Palesztinával, akkor az orosz sportolók és az orosz operaénekesek sem egyenlőek Putyin kormányával, akiket ki lehetett tiltani az olimpiáról, sporteseményekről. Ha igazságot akarunk adni, akkor hova kell fordulni? Kihez kell fordulni? A jó Isten. Én is azt akartam mondani. Igen, de hát ő valóban a földi igazságszolgáltatás is tévedhet. Én minden általánosítást elítélek, tehát valóban, ahogy én tiltakoztam
1990 előtt, hogyha azt mondták, hogy Magyarország egy kommunista ország. Kommunista uralom alatt álló ország volt. Én aztán igazán nem voltam kommunista. De akkor a Nyugat-Európa is egy kommunista uralom alatt álló kapitalista gazdaság? Na hát ez egy... Nagyjából talált. Igen, hát azért nem, hát azért nevetséges. Ugye kommunista pártok egész kis létszámmal működnek, és egyébként a ilyen trockista vagy neomarxisták, azok soha nem értettek egyet a úgymond a hivatalos kommunista vonalra, de hát ne e felé menjünk el szerintem. Sokkal fontosabb kérdések vannak itt, hogyha erről még beszélhetünk, hogy maga ez az arab-izraeli konfliktus. Hogy hol lesz ennek, beszélhetünk róla. Igen, szóval az ember azt reméli, pláne aki belekerült valahogy a politikába, hogy a konfliktusokat meg kell oldani, és valóban meg lehet oldani jó szándékkal, kompromisszumokkal. Aki nem ismeri a kompromisszumot, aki a másiknak a totális megsemmisítésére törekszik, azzal nem lehet mit kezdeni. És a Hamas, ez hirdeti, úgyhogy az a baj, hogy a tudás, van az a angol régi mondás, hogy little knowledge is a dangerous thing. Tehát a kis tudás az a legveszélyesebb. Úgyhogy ezek az említett tüntetők, nyugati fiatalság, vagy akár középgeneráció egy része, ezek nem tudják a teljes igazságot, vagy legalábbis a tényeket nem ismerik kellően, és könnyen hagyják magukat megvezetetni. A történelemben a divat, az sajnos diktál, nem csak a ruházatban, a gondolkodásban is. Ez egy rossz divat, nyugaton sok rossz divat van, nálunk is van, nem mondhatnánk, hogy másfajta rossz divatok, de ezek a divatok remélhetőleg el fognak múlni. És jó, hát... Te elintézni, de rossz divat? A palesztin mánia? Egyfelől igen, de azért ez ennél több. Tehát ebben egy, tényleg egy nagyon erős indoktrináció van, ami a médián keresztül, és most ebben nyilván ne térjünk vissza erre a kérdésre, de hogy valóban egy neomarxista indoktrináció, és neomarxizmus az nem Marx tanait jelenti, az a világ elnyomókra és áldozatokra való felosztása. Ugye a marxizmus erről szól, csak az ugye osztályharc, vagy osztályalapon állította ezt fel, a burzsóák és a proletárok. A neomarxizmus az különböző áldozati csoportokat kreál, áldozatok a feketék, áldozatok a melegek, áldozatok a nők, a palesztinok, mindenki áldozat, akire éppen ők rámondják, hogy ez lesz az áldozat, és ugye ugyanakkor vindikálják maguknak a jogot, nem csak arra, hogy eldöntsék, hogy ki az áldozat és az elnyomó, hanem valóban az erkölcsi ítéletnek a meghozását. Utolsó fordulón átart. Igen, van egy ilyen mondás, hogy átesni a ló túlsó oldalára. Tulajdonképpen ezek a jelenségek kiinduló pontjuk az korrekt volt, helyes volt, mondjuk afroamerikaiak elleni diszkrimináció felszámolása. Ebben az arab-izraeli konfliktusban is látható, hogy a szegénynek mondott, a kisebb, a gyengébb, mármint az arabok, bár ugye a hatalmas többségben élnek, hogy amellé kell állni, de ez nem azt jelenti, itt van ez az eset, hogy átesnek és meggyökereznek egy téveszmében, és hát én bízom abban, sőt biztos vagyok benne, hogy a józanság, az a úgynevezett silent majority, a csöndes többség felül fog kerekedni ebben is. Jeszenszky Gézának és Zsoltnak köszönöm szépen, hogy itt voltak.